Beszterce bányai delegáció érkezett május 17-én a Nógrádi megyeszékhelyre. Salgó Tarján testvérvárosának képviselőit Ötvös Mihály alpolgármester, valamint dr. Gál Zoltán jegyző köszöntötte. Nem ez az első alkalom, hogy városunkba látogatnak a beszterce bányaiak. A két település között szoros kapcsolat alakult ki az évek során, hangsúlyozta dr. Gál Zoltán köszöntőjében. Majd Salgó Tarján jegyzője ismertette azokat a programokat és lehetőségeket, melyek a következő két napban várják a vendégeket. Végezetül a két város kapcsolatának további erősítése reményében jó szórakozást kívánt a delegáció számára. Nagy megtiszteltetés ez a számomra, mint hivatalos vezetőjék. Szeretném örömömet kifejezni, hogy részt vehetünk ezen a testvérvárosi találkozón, Beszterce bánya és Salgó Tarján között. Így köszöntötte a Salgó Tarjániakat a Beszterce bányai delegáció vezetője, aki azt is kihangsúlyozta. Ugyan a nyelv, az országhatár és a távolság elválasztja a két települést. A testvérvárosokat meg annyi közös dolog össze is köti. Megemlíteném a két város bányászat történetét, a természeti csodákat, közvetlen környezetünket, és nem utolsó sorban a szeretetet, amit egymást iránt érzünk, a boldogságot és az örömöt a találkozásunkor. A testvérvárosi találkozó folytatásaként a vendégek ajándékkal köszöntötték a salgótarjániakat.